Megérkeztek a védőoltások. Közel 1 millió ingyenesen beadható influenza elleni vakcina áll rendelkezésre az ország teljes területén. Tófejlesztés Apagyon. Hamarosan befejeződik a helyi kenderáztatótó infrastruktúrális korszerűsítése. Esélyteremtés. A belügyminisztérium 653 millió forintos keretösszeget különített el a roma közösségek támogatására. November elején már az egész országban elérhetők az influenza elleni védőoltások. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint mintegy 949 ezer adag oltóanyag áll rendelkezésre. A gyermekek és idősek, valamint a különböző kockázati csoportba tartozók számára a védőoltás felvétele továbbra is ingyenes. Az átlag hőmérséklet csökkenésével egyre több a felső légúti megbetegedések száma, és a pontos tesztek hiányában nehéz eldönteni, hogy ezek hátterében a szezonális influenza, vagy épp a koronavírus valamely variánsa áll. Kis Csaba háziorvos szerint egyelőre nem beszélhetünk járványról, de már megjelentek a rendelőkben a jellegzetes tüneteket produkáló paciensek. Ugye a tipikus tünetek általában hőemelkedés, láz, száraz, improduktív köhögés, izomfájdalom, torokfájás, orrfolyás, tehát ezek a közepesen erős ilyen felső légúti megbetegedésre utaló tünetek, de hogyha súlyosabb panaszok is vannak, úgy mint nagyfokú levertség, fulladás, nehéz légzés, akkor mindenképpen azonnal érdemes orvoshoz fordulni. Egyebekben pedig nyilván ugye tüneti gyógyszerekkel, immunerősítéssel azért otthon néhány nap alatt át lehet vészelni egy-egy ilyen megbetegedést. A háziorvos azt mondta, jelenleg még nem lehet következtetéseket levonni az idei oltási hajlandóságról, mivel még csak most érkeztek meg a vakcinák, de az elmúlt évek tapasztalata alapján főként az idősebb korosztály kéri a védőoltást. Azok számára nagyon fontos az oltás felvétel elsősorban, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy ugye fokozott kockázati csoportba tartoznak, gondolok itt ugye az idősekre, a krónikus szívérendszeri vagy légzőszervi betegségben szenvedőkbe, daganatos betegekre, tehát náluk mindenképpen, vagy nekik mindenképpen javasolt az influenza elleni védőoltásnak a felvétele. Kis Csaba úgy véli, idén is arra lehet számítani, hogy az influenza és a koronavírus mellett más egyéb vírusokkal is meg kell küzdenie immunrendszerünknek, ami mindig is így volt, kivéve a szociális távolságtartás időszakaiban, amikor kevesebb vírussal találkoztunk. A háziorvos szerint a koronavírus időszaka után nem csökkent az influenza elleni védőoltás iránti igény, igaz, nem is nőtt. Ingyenes egyébként a védőoltás felnőtteknek, a különféle kockázati csoportba tartozóknak, egészségügyi dolgozóknak, illetve a gyerekek számára is lehet ingyenes oltást igényelni. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy aki szeretne, az jöjjön el a háziorvosi rendelőbe, és akkor biztos, hogy ilyen-olyan formában megkaphatja a megfelelő védőoltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint október végéig befejeződtek az oltóanyagok kiszállításai, így az ország egész területén mintegy 949 ezer adag vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebbek számára. A végéhez közeledik az apagyi kenderáztatótó fejlesztése. A 7 hektáros területen esőházakat, padokat, tűzrakó helyeket is kialakítottak. Ezen kívül halőrház, szociális épület és játszóház is épült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési és környezetgazdálkodási ügynöksége közös beruházás 120 millió forintos uniós forrásból készült el. Még az utolsó simításokat végzik ezen az épületen Apagyon. A helyi kenderáztató tó körül hamarosan véget érnek a munkálatok. Ebben a szociális épületben többek között mosdók kapnak majd helyet. A tó körül esőházak, tűzrakóhelyek épültek, és új stégeket is kialakítottak. Folyamatosan fejlesztettük a tó környékét, útépítése került sor, kivezettük a vezetékes ivóvizet, és igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni. A legutóbbi toppos pályázati lehetőségünk keretében a fejlesztési ügynökséggel közösen meghirdetett pályázaton további fejlesztésekre került sor. Szociális blokkot építettünk, esőházakat, felépültek a esőházakba a különböző berendezések, padok, stégek épültek a
a tó környékén, és a sátortáborban szintén kapcsolódik a tó területéhez, megépítettünk egy játszóházat. Tűzgyújtóhelyek kerültek kialakításra, tehát ez mind a ide látogató horgászok, illetve a kilátogató családoknak, vendégeknek a ellátását javítja, és biztosítja a zavartalan horgászatnak a feltételeit. A fejlesztéshez szükséges forrást uniós támogatásból finanszírozták. Ez egy 120 millió forintos nagyságrendű beruházás volt, ami 100%-ban uniós forrásból valósult meg. Az önkormányzat csak egy minimális összeget kellett a tervezés, illetve a pályázat előkészítés során hozzátenni, és bízunk abba, hogy december végére rendelkezünk a használatbavétel engedéllyel, és zavartalanul el tudunk számolni a pályázati forrásra. A tó működtetését több mint 15 éve az Önkormányzat Horgász Egyesülete végzi. A szervezet jelenleg 134 tagot számlál. A tavat évente közel 6000-en látogatják. November 15-ig lehet elektronikus úton beadni a Belügyminisztérium által kiírt roma közösségeket támogató pályázatokat. Ezzel kapcsolatban tartottak szakmai konzultációt Nyíregyházán a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság helyi kirendeltségén. Az eseményen Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos elmondta, országos szinten 653 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre, amelyet informatikai eszközök beszerzésére, modellprogramok megvalósítására, valamint a roma hálózatok kialakítására lehet fordítani. Zsúfolásig megtelt az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyíregyházi kirendeltsége, ahol az idei évben megnyíló pályázatokkal kapcsolatban tartottak előadást. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen több mint 140 roma szervezet található, amely országos viszonylatban az egyik legtöbbnek számít. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot 2019-ben hozta létre a Belügyminisztérium. Azóta a vármegyében Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Berkeszen is működik fejlesztési központ. Az elmúlt 10 évben azok a megyék, amelyekben számottevő a romák aránya, itt többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nagyon nagy utat tett meg. És a legjobb példa az, hogyha a foglalkoztatási helyzetet nézzük, hiszen minden munka, minden program akkor hatékony, ha a végén a foglalkoztatási téren is előrelépés történik, és etéren pedig egyértelműen az látszik, hogy országosan, és ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egy kiemelten nagy lépéseket tett meg, éppen ezért is lényeges, ha arról beszélünk, hogy országosan a romák foglalkoztatási arányát, ha nézzük, akkor elmondható az, hogy 80%-a foglalkoztatva van. Hozzátette, a Belügyminisztérium erőforrásként tekint a romákra, és minél többeket szeretnének segíteni a munkaerőpiacra jutásban, közösségfejlesztésben, illetve a roma kulturális értékek megőrzésében. A célunk az az, hogy minden nemzetiségű önkormányzat informatikai eszközökhöz tudjon jutni, erre adunk forrást, és illetve ennek keretében be is szerezhetik. De említhetném a másik kettő nagyobb pályázati csomagjainkat, amelyben az egyik vonatkozásában olyan modellprogramokat akarunk támogatni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű emberek mind kulturális, mind pedig szoció helyzetük javításában segítkezhetnek azok a civil szervezetek, illetve roma önkormányzatok, amelyek ott vannak a területen és a terepen. Ennek keretében infrastruktúrális karbantartásokra és maga ugye az irodahelyiségeik javítására és modernizációjára van lehetőség. A harmadik pedig olyan modellprogramok, amelyek kifejezetten egyediek és kifejezetten hozzá tudnak járulni a társadalmi vállalkozások kialakulásához, amelyek képesek lehetnek munkahelyeket létrehozni speciális helyzetben, speciális körülmények között. A pályázatok megvalósítási időszaka 2023. október 1-től 2024. szeptember 30-áig tart. A pályázók körébe a roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, vallási egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint egyházi jogi személyek tartozhatnak. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésre az érintettek maximum 550 ezer forint, a modellprogramok megvalósítására maximum 10 millió forint, a roma hálózatok kialakítására pedig szintén maximum 10 millió forint támogatásra pályázhatnak, amelyeket elektronikus úton lehet benyújtani november 15-éig.
Társadalmi szerepvállalás keretében segítkeznek mentőállomások korszerűsítésében a Máté Szalkai Szakképzési Centrum tanulói. A fiatal szakember jelöltek a Máté Szalkai, a Baktalórendházi és a Nyírbátori mentőállomásokat is komfortosabbá tették már gyakorlati idejükben. Az eddigi támogatást együttműködési megállapodás aláírásával szentesítette a centrum és az Országos Mentőszolgálat. Frissen tisztított és festett falak a Máté Szalkai mentőállomáson. Nem volt ez így korábban, nemrég azonban két Máté Szalkai középiskola, a Déri Miksa műszaki technikum és a gépészeti technikum diákjai, valamint oktatói kellemesebb környezetet alakítottak ki az itt dolgozók számára. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum és az Országos Mentőszolgálat a napokban írt alá együttműködési megállapodást. Ennek egyik fontos előzménye volt, hogy a leendő szakemberek nyári gyakorlatuk során segítkeztek az épület korszerűsítésében. Ehhez emberi baráti kapcsolatok is kellettek. Az egyik kollégánk Plébán Misi személyes kapcsolataink keresztül jöttek a gondolatok a mentőszolgálatnál dolgozók, hogy hát nagyon meleg van nyáron, jó lenne egy légkondi, mozognak a csempék, elég piszkosak a falak, és akkor így a gondolat elindult. És a Déri, valamint a gépész oktatói, illetve tanulóival a nyári gyakorlat ideje alatt mi igyekeztünk azokat a munkákat elvégezni, amelyek mondjuk úgy, hogy égetőek voltak, de ebben nem csak mi vagyunk szereplők, tehát nem szeretném magunknak vindikálni azt a jogot, hogy ebben csak is kizárólag mi vettünk részt, ugyanis nagyon sok magánszemély, civil szervezet, illetve vállalkozás is tett fel ajánlásokat. Mi nem tettünk más, mint a kollégámon keresztül koordináltuk egyrészt ezeket az adományokat, és ezt is oda irányítottuk, ahol a legjobb helyen van. Rostás János hozzátette, a kezdeményezés nem csupán Máté Szalkáról szól. A Szakképzési Centrum fiatal szakember jelöltjei a Nyírbátori és a Baktalórendházi mentőállomásokon is segítkeztek már a javítási karbantartási időszakban. A kancellár hangsúlyozta, a gyakorlati munkán kívül fontos volt, hogy a diákokkal megértessék, milyen fontos és felelősségteljes munka a mentősöké. Ugyanolyan állami fenntartású rendszerről beszélünk, mint mi magunk is vagyunk. Az pedig, hogy a mentőszolgálattal vagyunk együttműködésben, és a gyerekeket is bevonjuk ebbe a munkába, annak nem titkolt célja az, hogy testközelből tapasztalják meg, mert itt azért a munka közben volt vonulás, tehát az élet attól nem áll meg, hogy tapasztalják meg, hogy ez egy fontos feladat, fontos munka, az emberek élete és egészsége az mindenki számára az egyik legfontosabb, aki már ezt megtapasztalta, és ezzel kicsit közelebb is hozzuk a mindennapi életet, tehát nem csak munkahelyként, hanem egy olyan segítő, támogató attitűdöt is szeretnénk a tanulóinkban kialakítani, hogy azzal, hogy egy mentőszolgálatnak segítünk, azzal nem csak magának a mentőszolgálatnak, hanem a rajtuk keresztül kapcsolatban lévő embereknek, betegeknek a gyógyulás segítőn tudunk segíteni. A kezdeményezésnek pedig még nincs vége. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum következő célállomása a Vásáros-Naményi mentőállomás. Főhajtással és koszorúzással emlékeztek az elhurcoltakra péntek délelőtt Nyíregyházán az északi temetőben. A Vörös Hadsereg katonái 1944. november 2-án kezdték összegyűjteni a város civil polgárait, és vitték el őket Málenki robotra. Összesen végül 2000 embert hurcoltak el a vármegyeszékhelyről, közülük mindössze néhány százan tértek haza Nyíregyházára. Égnek a mécsesek Nyíregyházán az északi temetőben. Bár még csak két nap telt el Mindenszentek óta, a gyertyák lángja nem az ünnephez, hanem egy tragikus évfordulóhoz kapcsolódóan lobog. A 79 évvel ezelőtti ősz Nyíregyháza talán legtragikusabb évszaka volt. Szeptembertől a német-magyar egységek és a szovjet csapatok harcoltak a város elfoglalásáért. A szovjetek végül október 31-én foglalták el Nyíregyházát, majd kezdtek gyűjtő akcióba. Több mint 2000 munkaképes férfit hurcoltak el és vittek Málenki robotra, visszatérniük pedig csak nagyon keveseknek sikerült. Péntek délelőtt ezekről az áldozatokról emlékeztek meg a hozzátartozók és leszármazottak jelenlétében.
Amikor az orosz csapatok elfoglalták, vagy a szovjet csapatok elfoglalták Nyíregyházát, akkor egyből összeszedték a lakosságot, tehát a kényszer munkatáborba, úgymond Málenki robotra vittek embereket, ezek az elhurcoltak, akikre most emlékszünk, és ez több ezres nagyságrend, pontos számunk nincs, de azt lehet mondani, hogy 2900-3000 embert érintett, nagyon sok nyíregyházi családot, és csak azért, mert ők nyíregyháziak voltak, tehát ők civil áldozatoknak tekinthetők, nagyon kevesen jöttek vissza a kényszermunkatáborból, és gyakorlatilag nekünk méltóképpen kell emlékezni, hiszen nagyon sok nyíregyházi család életét meghatározta, negatív irányba meghatározta az elhurcoltak története. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében hangsúlyozta, az elhurcoltak és családtagjaik úgy bűnhődtek, hogy semmilyen bűnt nem követtek el, ezért kell méltóképpen emlékezni rájuk minden évben. Értelmetlen veszteség és áldozat volt az övék. A 79 évvel ezelőtti novemberi eseményekről talán már egyre kevésebben emlékeznek meg, de a megörökített emlékek, a lágerekből írt levelek, versek és énekek, valamint a leszármazottak fájdalma, mindezekről még ma is tanúskodik. Nekünk a jelenben és a jövőben is az a feladatunk, hogy ezek a tragikus emberi sorsok, az e fajta emberi jogoknak a teljes megsértése soha ne merüljön feledésbe, szolgáljon példaként, hogy mindig ki kell állni az emberi méltóság védelme mellett. Az elhurcoltak emléke életünk része és felelősségünk, hogy örökre megőrizzük azt, és gondoskodjunk arról, hogy történeteiket továbbadjuk az utánunk következő nemzedékeknek is. A megemlékezésen a történelmi egyházak képviselői is megosztották együttérző gondolataikat a hozzátartozókkal, és imádkoztak az elhurcoltakért. A 2004-ben felállított emlékhelynél aztán a város önkormányzata nevében Kovács Ferenc polgármester helyezett el koszorút, majd Nyíregyháza országgyűlési képviselői és egyéb szervezetek képviselői is fejet hajtottak az áldozatok emlékműve előtt. Csütörtök este megtartották a labdarúgó Magyar Kupa 8-a döntőjének sorsolását. Az NB1-es Kisvárda az NB2-es Tisza Kécskéhez látogat, a másodosztályú Nyíregyháza Spartakusz pedig az NB3-as Szent Lőrinc vendége lesz. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a forduló játéknapja a február 28-a. A két vármegyebeli csapat a hétvégén bajnoki meccsen lép pályára. A Kisvárda vasárnap 12 óra 30 perces kezdettel a Zalaegerszeget fogadja, a Nyíregyháza a Spartakusz pedig szintén vasárnap Gyirmóton lép pályára. Megtartotta első edzését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei amatőr futball válogatott. December első hétvégéjén Nyírbátorban az Észak-Kelet-Magyarországi régió 5 csapatát felvonultató selejtező tornán lép pályára a Kis Tamás által irányított együttes. Egymással beszélgetve kocognak a bemelegítésnél a vármegyei amatőr válogatott bőkeretének játékosai. A Nyíregyházi Városi Stadion műfűves pályáján első alkalommal tartott edzést a csapatnak a Kis Tamás Piskóti Zsolt edzőpáros. Előbbi játékosként és másodedzőként már többször képviselte a megyét, ezúttal pedig már ő a szakmai munka első számú felelőse. Először is szeretném megköszönni Vaka Árpád megyei szövetségünk igazgatójának a felkérést. Nagy megtiszteltetésnek érzem ezt, hiszen véleményem szerint teljesen mindegy, hogy milyen válogatottról beszélünk. Egy válogatott meghívó, legyen az játékos, legyen ez edző, az mindig egy megtiszteltetés. Amint megkeresett az Árpi, igazán sokat nem kellett gondolkoznom rajta, hogy kivel szeretném ezt a nemes feladatot idén ellátni. Rögtön Piskóti Zsoltot választottam magam mellé. Hasonló a gondolkodásunk, és ezért egyértelmű volt, hogy rá fog esni a választásom. Maga a keret kialakításában egyértelmű, hogy nézzük azt, hogy kik azok, akik folyamatosan jó teljesítményt tudnak nyújtani, illetve nem utolsó szempont az sem, ahogy akik már többször részt vettek ezen a megye válogatott tornán, most is a csapatnak a 80%-a legalább egyszer vagy kétszer már hasonló tornán részt vett.
A 23 játékos számláló bő keretbe 6 csapatból érkeztek futballisták. Legtöbben, 9-en a Máté Szalkai MTK-t képviselik. Mindenki megtiszteltetésnek vette azonnal, hogy mikor felkértük, hogy vegyenek részt velünk ezen a tornán. Mindenki, mondom, azokat kivéve, aki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni rajta, mindenki azonnal nagy örömmel és megtiszteltetésnek vette, hogy megkerestük. Ez mindig egy felemelő, mert tényleg azt mondom, egy megyét képviselünk. Mindig szeretnénk egyik legeredményesebben végezni a tornán. Hál' Istennek azért nagy többségében magas elejtezőt azt mindig sikerre szoktuk venni, nyilván az országos döntő az már egy más kávéház, de mindig jó közösség, jó hangulat, tényleg ahogy említetted, játékosok ismerik egymást, lehet nagyon sokan akadémián együtt futballoztak, úgyhogy egy nagyon jó közösség szokott rögtön kialakulni már az első edzésen. December 2-án és 3-án a szabolcsiak mellett Hajdú, Borsod, Heves és Nógrád vármegye csapatai lépnek pályára Nyírbátorban. Mindenki játszik mindenkivel, a mérkőzések 2x30 percig tartanak. Aki megnyeri ezt az első kört, ezt a selejtezőt, ugye összesen 4 terület van az országban, a 20 megyét ugye 4-5-ös csoportra osztották, és a 4 győztes az a következő hétvégén, december 9-10-én Pest megyén, egyenlőre még nem ismert helyszínen fog egymással megmérkőzni, és ott a 4-es döntő győztes pedig majd a jövő évben képviselheti Magyarországot az Amatőr Európa-bajnokság selejtezőjében. Az, hogy pontosan ez hol kerül szervezés és kik lesznek az ellenfelek, ez még a jövő zenéje, ezt még nem tudjuk. A szabolcsi válogatott tagjai még 2 közös edzésen találkoznak, és egy Spari 2 elleni edzőmeccsel hangolnak majd a nyírbátori selejtező tornára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint október végéig mintegy 949 ezer adag influenza elleni védőoltást szállítottak ki az ország teljes területén. Az országos tisztifőorvos kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében mindenki kérje az influenza elleni védőoltást házi orvosától. Hamarosan befejeződik az Apagyi Kender áztatótó infrastruktúrális korszerűsítése. A beruházást 120 millió forintos uniós támogatásból finanszírozzák. A stégek, esőházak, tűzrakó helyek mellett új hallőrházat, szociális épületet és játszóházat is kialakítanak. Magyarországon a romák 80%-a jelen van a munkaerőpiacon, ami komoly előrelépés, mondta ezt Tojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos Nyíregyházán. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság helyi kirendeltségén tartottak szakmai konzultációt, ahol a belügyminisztérium által elkülönített mintegy 653 millió forintos keretösszeg lehetséges lehívásairól tartottak előadásokat. November 3-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton jellemzően borult lesz az ég, és délutánig sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Több helyen nagyobb mennyiség hullhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 14 fok között valószínű. Vasárnap az ország döntő részén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, néhol lehet kisebb eső, zápor. Délutánra 14-16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.